5-1-es győzelemmel aratott a Honvéd. Azért szerintem ott közrejátszott egy kicsit Pirón Márk is, lehetséges, hogy a háttérben azért ott próbál irányítani a fiúkat és mentálisan összeszedni őket. Reméljük, hogy így is van részükről. És hát eléggé jól kidobáltuk jelenleg a Honvédokat, hát azért volt is miből. Addig a Huszárokról eléggé nehéz picit beszélni, mert azért mégse láttuk őket még képernyőn. Szóval igazából persze vannak ott nevek, akiket láthattunk már régebben is, mint például Aero Wright, illetve a jól emlékszem még talán Kova is, aki megjelent tavaly, de így jelenben, így csapatként nem nagyon tekinthettük még meg őket. Szóval itt is vagyunk a legelső, illetve a legutolsó összecsapásunkon, ismételve Lenovo Legion Honvéd Huszárok utolsó hajrájába kell bejutni itt a Swiss-ben. Aero Wright az, aki meg is kezdheti ezt egy gyönyörű double tap-el. Szépen használta az Aero Wright-ot végül, és össze is hozta végül a double tap-et. Konkrétan 8 másodperc alatt sikerült gólt szereznie neki, illetve a csapatának is meghozta az előnyt. Hát unlegy. Számomra nem várt kezdés. De hát azért nagyon-nagyon messze van még a vége, itt még nem szabad senkit leírni. Egyik csapatot sem egyáltalán. Jön a kontra a Honvéd oldalról, Aero Wright a Svéta. Milánhoz körül végül a játékszer, próbálja beadni. Még egy társ sem jön össze neki, jól védekezik egyelőre Aero Wright, remekül is támad. Eddig kimagasul ebben a fél percben a játék, közben egy jó összhang kék oldalról. Zenelár, illetve Milán, ha jól látom, ők játszottak össze. Lövés össze is jött, de védés is túloldalra. Aero Wright, jó tisztázás. Zsizsői azonban nem tudta azt tovább csúsztatni, Zenedar kontrollálhatja most a labdát. Ez a játékot is azonban mellé megy a játékszerrel, ezzel most kicsit a Huszárok fönn tudják tartani itt a kék oldalon a nyomást. Habár Christian most éppen jól tudja dribbelni. Közben egy demo, és mellé lőtte végül, és kapufát talál csak Kova. Nem sikerült neki kapufát irányítani a labdát pontosan, legalábbis a gólvonalon túl nem ment egyáltalán Milán. Legboldról kell védenie. Végül ebből egy lövés lesz, végül Christian, aki besegít neki a gólszerzésben. Milán a backboardról szépen küldi előre, mert így is kapu felé tartott a labda, de jó bizony így, hogy érkezett Christian, hiszen JJ nagyon nyújtózkodott azért a labdáért. És hát itt az egyenlítés, egy-egy az állás, nem olyan hamar, de érkezett a válasz Honvéd részről, és már jön is a következő akció Christian. Szép volt tőle a dribble, de azt azonban már hárították a Huszár játékosai. Milánhoz kerül ki a szélre a labda. Zenedár próbál ráfordulni, Aero Wright azonban érkezik, és végül eladja a labdát, backboardra, jó a passz, lepattan neki, és pont alá tudott érkezni Zenedár. Itt felkészítette magának végül is a backboardra, valószínűleg csapattársat akart ezzel keresni, aki elkezdett is, és Kovar nem számított erre a labdára, hogy így fog pattanni, Zenedár pedig meg tudja fordítani a mérkőzés állását 2-1 a jobbukra. Ekközben visszatértem, kicsit kinéztem, hogy mi a helyzet így a külvilággal. Hát végül csak arra tekintek vissza, hogy a Honvédnél 2-1. Eléggé érdekes szituációk történhettek, és ekközben Milán már a 50-ből is majdnem megszerzi a harmadik találatot, meg talán Zenedar az, aki közelben lehet ennek, de hát JJ tudta azt olvasni, és hát nem enged belőle. Ott viszont jó 50, érkezik a bump is Kovától, de hát nem volt elég. És most Milán az, aki egy kevés demóval megpróbálja átdribbülözni, két játékos mellett végül nem jön össze. Aero Wright nem ér hozzá a labdához. JJ-nek sikerül üzenem, de pedig érkezett a 50-re. Nem jött ki belőle jól, Milán remekül csúszott előre. És JJ, hát nem értették meg ott egymást a Huszár játékosai, Huszárok csapata. De gólt nem kaptak ebből, ami azonban még akár érkezhet is, hiszen be van adva a labda középre, kapu pedig üresen állt, és Milán gyönyörű szépen érkezett itt a második hullámban. Itt Christian teszi be, találtam meg Zenedár, Zenedár beadja, Milán pedig befejezi, nagyon szép összjátékkal megint szerez egy gólt a Honvéd. Maga biztosan mehet tovább, Milán. Kikofot követően sarokba is tudja azt helyezni. 50-re rá, free jumpol, Zenedar pedig érkezik rá a blokkra.
füstön is egy helyen, illetve egy passzra is ki tudja azt még játszani. Azonban a Nero Wright végül közben avatkozik, Zenedar 50-t megnyeri, de csapattárs messze van, Christian azért oda tud érkezni, nem kell itt mellé beszélni, Milan inkább picit hazaadja, Cseb bumpolja Zenedart, ami nem szerencsés most ilyen szempontból, nem tudnak ezzel tisztázni, és Nero Wright az, aki fönn tudja tartani ott most kisebb ideig az időt, sőt oda is tud érkezni egy kisebb redirectre, de nem volt elég, hogy a kapunak veszélyes legyen, azonban Kova most érkezik arra a játékszerre, és végül harmadjára összejön ez a kisebb támadás részükről, próbálták lekapcsolni a Honvéd támadásait, és végül Kova volt az, akinek ez összejött, szépít ezzel 3-2-re, de még mindig másfél perc alatt még egy gólt kéne lefaragniuk. Hát azért másfél perc alatt nem lehetetlen, de a Honvédról van szó, aki kikofot követően tartja a támadásait, ugyanúgy támadnak. Zenedar backflickkel teszi át a túloldalra, csapattárs nem érkezett, de majd Koválnak a labdájára jön Christian, csúsztatja középre Zenedarnak, jó lövés tőle, gól még nincsen azonban, Milan labdájára gyönyörűen érkezik Errol Wright, felszabadítani még mindig nincs lehetősége a huszároknak, Zenedar adja be középre, túl sokáig nem ment el, azonban Milan passza, igen, Zenedar tovább még egyen, Christian hozzáér, és az a labda pillanat szépen lassan, de biztosan becsorog a huszárok kapujába. 4-2, megint két gólos előny Honvéd oldalán. Épp vagy hozzáér Christian, de ez bőven elég volt ahhoz, hogy megszerezze a gólt. Nem tudott felszabadítani a huszárok csapata, és most ez is okozta a vesztüket. És itt az utolsó 50 másodpercben még többet kell küzdeni, ők nem szabad beragadni. Christiantől azért a redirect azért elég közel volt ahhoz, hogy megszerezzék az ötödik gólt is, de éppen hogy nem jött össze ez. Most talán a huszárok támadhatnak ebből, JJ-be is tudja passzolni, Zenedar érkezik védőként, talán most még egyben, sőt rá is tudja azt rúgni és a hosszúba tudja elhelyezni, ismételten tud szépíteni ezzel a huszárok, továbbra is egy gólos különbséggel kell küzdeniük, hogy legalább overtime-hoz érkezzünk, de még mindig nem elég ezeket a kisebb réseket. GG nagyon jól észreveszi, hogy honnan kell eltalálni, hogy legalább találat is legyen belőle. Nem adja könnyen magát a huszárok, egyáltalán. Most is szépítenek, sőt, már hajtanak az egyenlítésért. Milan hárított a kapu előtt éppen. Belépünk az utolsó 10 másodpercbe. Milan próbálja kihozni a labdát, a Kova megállítja őt, Kova ment is tovább a kapu felé. Végül Zanedar, aki ki tud jönni. Valószínűleg előre is jövő labdát kapu felé fordítja, azt Errorred még fenntartja a labdát. És lefelé pattan, arra pedig senki nem számított a sarokból, hogy így pont így fog pantanni. Lényeg a lényeg, 4-3-as győzelemmel a Honvéd megszerzi a legelső mérkőzésnek a győzelmét. Szoros meccs volt ez is. A Honvéd az jobban uralta a pályát valamivel. A huszárok azért szépen érkeztek fölfelsők, ők is szerezték meg a vezetést, de nem bírták fenntartani azt a kezdeti lendületet. Inkább a Honvéd, aki átvette ennek a szerepét. Inkább az látszódik meg, hogy a Honvéd fontosabb támadások ügyileg, de mégis kevesebb a lehetőség ilyen szempontból részükről, mint sem a huszároknál, ahol mindig legtöbbször védekezniük kell, vagy középpályán ide-oda passzolgatni, hogy most hogyan legyen ez az egész. És igazából pont ez tekinthető végig, hogy a huszárok, ameddig próbálják levágni a játékát a Honvédnak, vagy a passz közbeni lévő játékokat, addig a Honvéd meg nyugodt szívvel tudja ezeket megjátszani amúgy, hogyha össze is jönnek és nem akadályozza őket. Ahogy említettem is, például JJ a huszárok részéről tök jól ezeket össze tudja hozni. Igen, JJ tényleg remekül megtalálta a réseket, és jó lövéseket hozott a csapatának. De hát nem volt elég ez a Honvéd ellen. Egy gólt még mindig kellett volna találjuk, ami nem jött össze, hát utolsó fél percük volt rá. De az azért egy Honvéd ellen az nem elég. De hát most lesz 5 percük, hogy mutassanak valamit ez a csapat ellen. Kikoff volt, talán a Honvéd jön ki erősebben, kapul és küldték a labdát. Gól azonban még nem jött, és a huszárok egy picikét minimálisan be voltak szorulva, hiszen minden oldalról érkezett a kék játékos, de most fel tudnak szabadulni, sőt jön is a kontra,
kapu felé irányuló lövés, de végül nincs gól. Milan, csak gól, rálövi, de error right elé esik csak a játékszer, JJ tudja csúsztatni, de inkább csak Zenedor elé tudja azt helyezni, ő pedig be tudja passzolni középre, válasz nem érkezik rá, Milan még visszarakja a backboardra, Zenedor pre-jumpol rá, csak csúsztatni tudja vissza Christian felé, inkább középpályára helyezni Milánnak biztosra. Ilyen narancs játékosok ne legyenek közelben, Aero Wright jött a 50-re, illetve Kova is, de végül Milan az utolsó érintő vele. Aero Wright fönt az égből, meg tudja csúsztatni, tovább tud vele menni a sarokban, de hát eléggé hosszúra sikerült, és Milan át tudja helyezni a túloldalra. Milan menne tovább a labdával, Kova érkezett középen, Christian, ő is mehetne, de Kova őt is megállítja szintúgy a középpálya tájékán. Zenedart már nem sikerül, JJ az a majd berepeszkel a labdába, és kicsit érkezett tovább ezzel. Zenedart besegíte ki, jó a touch. Kova hárítja, Milan még egy lövés. Double tap-e próbálkozik, az pedig nem csorog be, Errorát védte utolsó pillanatokban. Jó látom, squishy save-vel, most meg Zenedarnak kell sietnie vissza a kapuhoz. Mind a két oldalon óriás helyzet. És megúszta ezt mind a két csapat. Még továbbra is fennáll a 0-0-ás állás. Kova próbálja beadni, Milan alatt nem tudja elküldeni a játékszert, sőt még viszi is tovább Milan. JJ kap egy bumpot Aaron Wright-tól, ketten jöttek a labdára, nem értették meg egymást. De gólhelyzet ebben nem alakult ki, szerencséjükre. Jó a Zenedartól Milan felé, kapja vissza Milantól, Zenedar be is adja, arra ketten érkeznek, de végül Milan az, aki meg tudja adni az utolsó löketet a labdának, és az már be is megy a kapuba. Senki nem maradt hátul, hiszen mindenkit nagyon szépen átjátszottak. Egy passzal két embert is elküldtek a huszároktól, és már csak Kova maradt hátul, de ő nem tudott elég magasra repülni. 0-1 a Honvédnek. Ez az a passzjáték, amit a Honvédtől vártunk, illetve Christiantől ezek a kis solo playek. Érkezik arra a dunkra a kikofot követően, ott talán Kova az, aki nem jól számolta ki a lehetőségét a labdának a csúsztatásra, próbált rámenni inkább, de nem jött össze, ezzel pedig Christian használja ki a lehetőséget, hogy előre sem maradt a kapu. 2-0 a Honvédnak, maga biztosan megy tovább ezzel, de most a szépítő találat, JJ-nek nincsen meg a csúsztatás, Christian pedig azért dribbleből rámegy a flip resetre, nem tudja elhasználni, Kova blokkolja. Egy demót kiosztanak, JJ pedig próbál szabadulni. Nem túlságosan jött össze neki Zenedar, még vissza egy dribbellel. Próbált bumpolni, jól láttam Christian. De nem jött össze neki. Milan szépen katolja Aaron Wright-ot. És kapja tovább a paszt. Christiantől elhagyja inkább, hadd menjél solo playben. Kapuig nem jutott el, Zenedar is próbálkozik. Ő sem tud nagyon tovább menni a saroktól. JJ pedig szépen érkezik. És hozta ki fel a játékszert. Christian pedig visszafordította azt. Kova viszont a bal oldalról tudja előre küldeni a labdát, és a huszárok próbálnak most támadni. JJ-től jó passz, csapattárs azonban nem maradt ott. Christian keresi Milant, Milan pedig Christiant, jó lövés, az végül elmegy a kapu mellett. Kova, inkább ott hagyja JJ-nek. JJ jó flick előre, de hát ki lett demózva. És ezzel most kicsit hátrányban a 23-ra, kettő függetlenül Aero Wright oda érkezik szólóval, és el lesz bumpolva, Kova is próbálkozik egy lövése, illetve JJ is egy 50-vel, de nem tudják egyszerűen megállítani a Honvédet, sőt még egy demo is érkezik, Aero Wright az, aki átkerül túloldalra, a hátrányban ismét a 23-ok, kettő függetlenül még mindig azt tekinthetjük, hogy itt a kék oldalon volt nagyon sokáig a labda, Zenedar a solo play, 52 drop is, de végül Christian érkezik arra a kipattanó játékszerre, Aero Wright próbálta még menteni a menthetőt, de hát a harmadik játékos végül nem más volt, mint Christian, ő pedig befejezte ezt, Kova pedig már nem tudott érkezni a 50-re. Nagyon szépen lekészítette ezt a csapattársa, Christiannek, Christian pedig érkezett a végén. És befejezte az gyönyörű szép akciót, közben Milan a dribbler már, ő kapufát talál csak. Zenedar a 50-ben nem túl jól jön ki, és Christian nem is számít arra, hogy már valószínűleg pre-jumpolt. Milanhoz pattan a labda végül, tudja és kapu felé fordítani, JJ-vel menne 2-1-ben, ő Kova visszaél, Zenedar nem volt túl jó lövés, kaput nem talált. Milan keresi Christiant, Christian meg is találja. Erről lehet azonban gyorsabb volt, és szemfüles.
JJ kicsit vár, küldi végül előre a bombával a labdát. Zenedártól jó lett volna a dribble, de Aaron Wright szépen katolt. JJ a sarokból próbálja befele hozni, de Milan szépen jött a challenge-re, el is lövi. Jó kaput nem talál, utolsó 25 másodperc. Köszön a backboardra, flip reset, double tap nincsen meg neki, JJ tudja őt megállítani, Zenedar is érkezik egy kis szóló játékkal, Aaron Wright figyelt a lövésére, utolsó 10 másodpercben azt tekintetjük, hogy a Honvéd próbálkozik még támadni arra a huszárok kapujára, de egyszerűen nem tudnak tehát a szerezni, 3-0 eddig, amit kiírtak, de hát még a játékosok fenntartják, eddig a pontig, a Honvéd viszi el a második mérkőzés, set ponton állnak ezzel tehát, és a huszárok egyszerűen be voltak nagyon sokszor szorulva a kapu elé. Az első szoros meccset követően itt egy viszonylag sokkal nagyobb különbséggel rendelkező meccset láthattunk. Itt a Honvéd már sokkal jobban dominálta a pályát. Az előzőben is jól játszottak össze, de viszont most jobban érződött úgymond a különbség a két csapat között. Ez az összeszokottság, ez már kezd előjönni. Nem úgy, mint ahogy az előző szetben sikerült a Honvédnek. Ez már sokkal jobban alakult a szénájuk itt ebben a párharcban. És hát ahogy mondtad, itt szetpontnál van most a Honvéd. Egyetlen egy győzelemre vannak attól, hogy tovább jussanak a rájátszásba. Huszároknak pedig most jobban össze kell szedni a magukat. Igen, ott a védelem az, ami részükről nem a legtökéletesebb, mert szerintem támadás ügyileg jól megvannak, tehát hogy megvannak azok a kisebb lehetőségeik, amiket már csak be kell fejezni, és aztán pedig gólt tudnak szerezni belőle. Nagyon sok támadást láthatunk, például ismét csak JJ tudnám kiemelni, aki többször volt ott úgy a kék kapu előtt, de hát egyszerűen addig, ameddig nincsen meg ez a fajta labdakontroll, mint amit láthatunk jelenleg a Honvéd részéről, addig nagyon nehézkes lesz a huszároknak, és innentől kezdve reverse sweepre van szüksége nekik ahhoz, hogy visszajöjjenek és bennmaradjanak, de hát addig, ameddig ilyen agresszívan játsza meg a Honvéd, és Christiannek a góljával, illetve Milának a demójával fejeződik be, illetve kezdődik meg a legelső mérkőzés, addig végképp nehéz lesz a huszárok részére ez a visszaclimb. Bomba biztos kezdés a Honvédtől. És a kickoffból megint ők jönnek ki jobban, egyelőre szépen sorra nyerik meg a kickoffokat. Ám most lövés az nem volt még a láthatáron. Christian jó a dribble, rámegy a resetre. Nem használja el, csak lente próbálta. De JJ várta őt, aki próbál felszabadítani, össze is jön neki a fifth-t is mennyeri. Milan azonban tud érkezni és véd. Gyönyörű csúsztatás Christiantől, Milan találja meg. Milan nem bírta azonban kapura fordítani, Zenedar próbálja bejátszani, nem jutott el sokáig. És most rohannia kell hátra a Honvédnak védekezni, hiszen hárman támadnak a huszárok. Végül JJ, aki elmiszi a labdát, pontosabban nem került elé a játékszer, és nem bírta így belülni azt. Zenedar sorokból próbálja beadni, JJ pedig szépen érkezett rá. Rá is menne a bumpra, próbálta azt keresni, de Milan már a levegőben volt. Kova játsza vissza, megint nem jut nagyon tovább a félpályán a huszárok. Christian remek touch, érkezik Zenedar is, ó, nagyon szépen átvette a labdát, ellenfél játékos alatt pedig szépen elvezette, és már annyi volt a dolga, hogy csak bevezesse az üresen álló kapuba. A huszároknak nem maradt senki hátul védekezni Kovát, illetve Aaron Wrightot pedig szépen kijátszották ott ketten Christiannel együtt. 2-0 a mérkőzés állása, 3 perc 40 másodperc van hátra. Honvéd dominancia továbbra is, hiszen nem tud hozzátenni ilyen formában a huszárok, hogy legyenek találatok. Talán most Kovától, de JJ az, aki sarokból még setupolna egyet, de nem jön össze, és most Christian tudja lepasszolni Milan felé, azonban elég így sikertelen lett az. Talán most még egyszer egy passz, Aaron Wright tudja azt akadályozni, még mindig nála a labda, és a sarokból nem tudja tovább passzolni. JJ rálövi azt azonban, főső kapufát talál vele, és nem elég továbbra sem a huszároknak, próbálkoznak a támadásaikkal, gyerek nem jön össze. Zenedar pedig építi a következő Honvéd
gól lehetőségét. Nem elég. Középpályán most eléggé jól tudja őket blokkolni a huszárok. Kis csömméd. És próbál még egy tárcsot mutatni, de nem így számította ki a labdának az esését, érkezését. Még valahogy még a huszárok visszaküldik kapu elé, Krisztiánnak kellett védeni, jött a lövés kék oldalról, sárga oldalról elnézést. Kovács közben van polják. Krisztián, jó volt tőle a 50, de még így is kihoz még egy lövést a huszárok. Kicsit beszabadult a honvéd, de hát egyetlen egy lövés elég volt ahhoz, hogy ennek véget vessenek, és megszerezzék a harmadik találatukat. Milán révén, Milán jó voltából, szépen ellőtte, és egy egész pályás találattal sikerült növelni az előnyüket. A huszárokon érződött, hogy már nagyon túltámadták magukat, és kicsit overcommitálták. Nagy volt a nyomás a honvéden, de hát sokszor van az úgy, hogy nem az előnyükre jön ki. Most is így alakult, és szerezte meg, ahogy mondtam is, a harmadik gólt a honvéd. Hajtanának a negyedikért, de most jól védekedett a huszárok. Nyántól kellett a bám, kova, dribble, nincsen meg a 50. Eléggé veszélyesen pattogott a játékszer, Krisztián pedig már pre-jumpol arra a játékszerre, Milán pedig próbálja befaszolni Zenezarnak, sőt inkább solo play jelne veled végül Kova, az aki tud vele tisztázni, de a kapura is helyezni, tehát nem elég, még mindig egyre messzebb a huszároktól a lehetőség, hogy bennmaradjanak a top 8-ba, a honvéd pedig húzhatja az időt, illetve még több gólt szerezhet annak érdekében, hogy még messzebb legyenek a lehetőségtől. Krisztiántól egy lövés, amit végül JJ nem tud blokkolni, már csak rajta tud patintani egyet, és ezzel repül be a kapuba a játékszer. 4-0 ezzel már a honvédnek, és hát lassan ki lehet azt jelenteni, hogy a huszárok szépen lassan kezdenek szétesni, és valahogy nem találják meg azt a pontot, hogy szerezzenek gólt. Igen, szerintem ők is már csak azon kapták a fejüket, hogy sok akciójuk után csak jött a honvédtől a gól és a gól és a gól. De hát viszonylag későn kapnak fejükhöz, hogyha fejükhöz is tudnak kapni. Nem sok idejük van már hátra, kicsit több mint egy perc. Most is védekezésre szorulnak inkább. Mondom ezt én is, erre jön a kontra. JJ, illetve Aaron Wright hozták ki a labdát. JJ-től azonban nem jó a lövés vagy passz, nem tudom mi akart lenni. Feltételezem, hogy az utóbbi. De gól nem született belőle, az biztos, és Milántól remek volt a 50, JJ pedig visszaér éppen. Megúszta ezt most a 23 csapata, Dredar be középre, ahhoz pedig Kova ér hozzá. JJ-től remek a csúsztatás, erről lehet még egy touch-sal érkezik, az pedig már Christian hárítja. Kova előre vissza, ott már csak Dredar találta meg. Dredar még mindig a passzal, Milán egy demóval érkezik csak oda, az utolsó 30 másodpercünkben, Zenedar labda közelében, Aaron Wright-nak azonban nem jön össze a blokk, és Zenedar tud ezzel építkezni. A dribble egy kisebb idő megvolt, Aaron Wright azonban tovább tudja azt helyezni, és őt a tisztázás is megvan, és a szépítő találat is végül egyedül játékosként kettő honvéd játékos mellett el tud menni, és ezzel pedig 4-1-re módosítani jelenleg az arányokat, de hát 11 másodperc, 3 gólos hátrányt már eléggé nehézkes visszahozni, ha bár lekopogom, azért láthatunk már ilyen és mifajta csodákat, de hát ahhoz 3 kick-off kéne 11 másodperc alatt, sőt már kevesebb ideig, ami most már szépen lassan ketyeg visszafele, és ezzel hivatalosan is kijelenthető azt, amint a labda leérkezik a földre, hogy a Lenovo Legion honvéd az, aki az utolsó körben tovább jut és sweepeli a huszárokat, ezzel pedig a top 8-ba érkezve, huszároktól pedig búcsúzunk. Nekem jobban a legelső meccs tetszett, hiszen ott nagyon szoros volt a küzdelem. Akármennyire is elment a honvéd, mindig két góllal a huszárok fel tudott állni, és jöttek szépen sorba szépítések, egyenlítésig egyszerűen jutottak el. A második meccsen igaz, hogy pontosabban az elsőn, hogy ők vezettek, de hát így sem ők jöttek ki ebből jobban. És ezen a meccs is az igazolta jobban, hogy a honvéd nem véletlen van itt, ahol ők is tovább jutottak a rájátszásba.